Az MCU új korszakában, a Disney Plus keretén belül debütált a Mile Neha című sorozat, a Marvel Studios egyik legkreatívabb és legnépszerűbb vállalkozásának bizonyult, és egy új pletyka szerint a Star Wars franchise is megkaphatja a saját verzióját. A lenne Neha animációs antológia sorozat, amelyben minden egyes epizódban egy-egy fontosabb MCU-s cselekménypontot dolgoznak fel, és azt vizsgálják, hogy mi történt volna, ha a dolgok másképp alakulnak. A sorozatból eddig két évad készült, és a várva várt harmadik évad, valamint egy Marvel Zombies című spin-off sorozat is fejlesztés alatt áll. A stúdiók számára egy animációs sorozat anyagilag sokkal kevésbé kockázatos, mint egy blockbuster megjelenése, és a Star Wars, amely az elmúlt években saját kasszasikerekével küzdött, talán bölcsen teszi, hogyha a Marvel Studios nyomdakaiba lép. Daniel ben Benfentestől származó friss pletyka szerint az anyavállalat, a Disney, amely a Lucas is birtokolja, a végtelen lehetőségek koncepcióját a Star Wars univerzumra is alkalmazná. Richman azt állítja, hogy már a fejlesztés alatt áll, és Star Wars mi lenne, ha? A koncepció Star Wars változata valószínűleg a kánonon belüli sarkalatos pillanatokat is újra gondolná. A rajongók már évek óta alternatív valóságú Star Wars forgatókönyveket képzelnek el, és ez a sorozat lehetséges címei között akár olyanok is szerepelhetnének, mint például, hogy mi lett volna, ha, vagy mi lenne, ha Anakin sosem állt volna át a sötét oldalra tehát nincs ilyen csavarokból, amiket az alkotók egy olyan Star Wars sorozatba tehetnének, ahol tényleg bármi történhet. Az animációs formátum lehetővé tenni a készítők számára, hogy nagy koncepciókat fedezzenek fel, anélkül, hogy újabb kassza sikert kockáztatnának. Egy másik előnye annak, hogy egy animációs antalógia sorozata bővül a Star Wars világa, hogy a közönség újra találkozhat kedvenc karaktereivel. A legutóbbi Star Wars filmek, különösen a folytatások, többnyire új karaktereket mutattak be, és hát nem mindenkinek nyert el tetszését. Sokor olyan gónak hiányoznak George Lucas eredeti trilógiájának szereplői, sőt, még jobban is szeretik őket, és egy Star Wars mi lenne, ha sorozat lehetővé tenné, hogy néhány szeretett karakter új módon térjen vissza új köntösben. Ráadásul a Marvel Studios verziójának szereplő gárdájában olyan alistás szinkron színészek szerepelnek, mint Kurt Russell, a Skeleton Crew színésze Jude Law, sőt Jeffrey Wright is, mint a figyelő per narrátor. Ha Richman plegykája igaznak bizonyul, és a Lucasfilm kreatív, az MCO kézikönyvéből vesznek elő egy darabot, a rajongók akár napjönk legjobban dolgozó színészét is hallhatják ikonikus Star Wars karaktereik hangján.